Most ért véget a játék, nagyon szoros küzdelemben győzött egy pécsi csapat. Igen. Mi volt a benyomása a zsűri legfőbb támogató tagjának, hisz a Budapest Bank most már évek óta legfőbb támogató ennek a játéknak? Ez egy olyan verseny, amit mi tényleg nem csak azért támogatunk, mert ez egy jó lehetőség, hanem azért, mert tényleg elkötelezettek vagyunk ennek a programnak a támogatásában, és hát az oktatásért, illetve a pénzügyekért alapítványunk is az elmúlt 20 évben részt vett különböző fejlesztési programokban. Ugye maga a verseny szerintem egy nagyon-nagyon magas színvonalon folytatódó verseny volt. Öröm volt nézni azt, hogy milyen lelkesedéssel és milyen egyébként nagy tudással rendelkeznek ezekben a témákban. Elmondhatjuk, hogy évlévre 1000 csapatunk van, olyan minden csapat 4 fős, tehát több mint 25 000 fiatal fordult meg nálunk. Érzékeli a bank azt, hogy valamilyen módon a pénzügyi műveltség valóban bővül, beleértve azért az a tevékenységre is, ami akár a bank gyakorló programjait illeti, érezhető egy kicsit emelkedő ez a magyar pénzügyi műveltség, tudatosság? Röviden, igen, egyébként az év társadalmi felelősségvállalási programjaiban a Budapest Bank idén 2019-ben az év társadalmi felelős bankja lett, és azt gondolom, hogy ez a tevékenységünk közösen a pénztárprogrammal, közösen egy olyan útnak az elején, közepén tartunk valahol, ahol látszanak az eredmények, de hát azt gondolom, hogy ez egy valójában soha be nem fejezhető folyamat, hiszen folyamatosan az új generációt be kell illesztenünk ebbe az oktatási, ebbe a fejlesztési folyamatba. Ez a generáció kezd felnőni és belépni a munkavilágába, illetve családot alapít, úgy egyre inkább azok a célok, amiket közösen itt megfogalmaztunk, ami a pénzügyi kultúránk fejlesztését illeti, azok egyre inkább megvalósulnak, és úgy látom, hogy azért ebben van folyamatos fejlődés, de azt szeretném mondani, hogy ebben szerintem sose lehet leállni. Tehát ez mindig egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell. Milyenek voltak ezek a kérdések, illetve mennyire voltak felkészülték ebben a speciális területen a fiatalok? Jó válaszokat adtak, és tipikusan az olyan kérdésekben, ami pénzügyi vagy banki termékekkel összefüggésben, azokból felkészültek voltak. Ez nagyon fontos, hiszen hogyha elérik a 18 éves kort, akkor onnantól kezdve bármikor nyithatnak önállóan is már bankszámlát, vagy igénybe vehetnek különböző hiteltermékeket, és itt rendkívül fontos a tudatosság. Én úgy látom, hogy ebben a társadalom sokat fejlődött, de még mindig van hova lépnünk, és ez a generáció, ezek a fiatalok, akik itt ma megjelentek, képesek arra, hogy ezt a tudást ezt tovább vigyék és terjesszék társadalmunkban, ami aztán hát hosszú távon remélhetőleg olyan tudatosságot eredményez, amiből mindenki egy kicsit a gyarapodás irányába tudja családját és az egész gazdaságot továbbfejleszteni. Szerencsére divat a játszva tanulás. Hát itt mi játszva tanulunk, igyekeztünk szituációkat teremteni. Hogyan állták mondjuk ebben a vitában, vagy éppen az érvelésben? Talán ez az egyik legfontosabb szerintem hosszú távú, nem csak a pénzügyen, hanem az élet tekintetében, hogy milyen sikereket fogunk elérni. Azon, hogy a tudásunk az egy nagyon fontos bázis, amire kell aztán építenünk, de legalább ennyire fontos, hogy hogyan tudjuk ezt előadni, és hogy hogyan tudunk vitázni, milyen kultúráltan és milyen módon tudjuk képviselni az érdekeinket. Én úgy gondolom, hogy ebben tényleg példaértékű volt az összes lévő csapat. Én úgy vettem észre, hogy nagyon kultúráltan és nagyon jó évekkel felépítve tudtak egymással vitatkozni. És szerintem az azért fontos, mert a fejlődésnek része az, hogy nem mindig értünk egyet, de összességében az, amit aztán képviselünk meg, ahogy ezekről tárgyalunk, az egy hosszú távon fenntartható és kultúrált módon történjen, és hát ez külön gratulálok a csapatoknak, mert azt gondolom, hogy ez tényleg példaértékű volt. Hát mondhatnám azt is, hogy itt a magyar társadalomban lenne mit tanulni, és hogy hova fejlődni ebben a kérdésben is.